Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, mi az ő gondolata, mi az ő terve? Ő áll itt a középpontban. Tehát az a fontos, hogy minden úgy alakuljon, ahogy ő ezt tervezi. Mellette a kutya jelentheti a házi állatokat, de jelenti a hűségét is. Ez a fellépése. És ő elvárja azt, hogy te megbízz benne, hogy ő hűséges. A kutya jelentheti a baráti kört, vagy a barátságukat, azt is, hogy jelenleg olyan barátilag közeledik hozzád. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát eltűnik valami, elveszik valami. Tehát fél attól, hogy elveszít téged. Itt a madarak jelentenék a kommunikációt, de az egerek ezt is el tudják jelenleg távolítani. Az azt jelenti, hogy ő fél, hogy elveszik téged, de nem beszél erről, nem mondja ezt nyíltan ki, inkább olyan barátilag próbálkozik közeledni hozzád ez a terve. És mi fog történni? Mit fog tenni? Itt a kereszt jelenti a hitet. A te hitedet, hogy bízz benne, abban is, hogy hűséges. Azt is jelenti ez a kereszt, hogy a sors utatok újra kereszteződik, tehát lesz egy találkozás. Sőt, utal a döntésekre is, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba itt lesznek tervek, sőt, itt az út jelenthet egy közös életutat is, ahol kivirágzik valami. Mi köt össze benneteket? Itt láthatóak a könyvek, ez jelentheti a tudást, vagy közös terveket, iskolázást például. De jelenti az ő zárkózottságát is. Tehát fontos nálad a hit, a bizalom, hogy lesz egy közös életút, akkor is, ha ő fél attól, hogy elveszít, nem beszél az érzelmeiről, és jelenleg még olyan zárkózott. De az a fontos, hogy erősítsd a te hitedet, hogy itt neki más a fontos, más szándékai vannak, hiszen az igazi terv, az itt látható egy közös életút. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderán!